Javában folyik a Tatabányai Múzeumban a tavaly megnyílt állandó kiállítás következő részének építése, mely a bronzkortól a népvándorlás koráig mutatja be a térséget. A részletekről az intézmény vezetője adott tájékoztatást. Ami itt látható mögöttünk, az már egy római háznak a részlete. A tavalyi évben egy minisztériumi pályázaton a város támogatásával, hiszen ez egy komoly 10%-os önerős pályázat, a város támogatásával nyertünk az új, tehát az állandó kiállításnak a folytatására. Ugye a tavalyi év közepén megnyitottuk az Árpád-kortól a modern ipari városig tartó részt, de ezt annak idején is, amikor még az agorába való visszaköltözésünk zajlott, illetve már előtte is, ezt egy kétszintes nagy kiállításnak álmodtuk meg, ami majd a jégkorszaktól mutatja be a város és környékének a történetét. A tavalyi pályázat sajnos nem lett elegendő arra, hogy ezt az egész hiányzó időszakot be tudjuk mutatni, de egy részét azért meg tudjuk ebből is valósítani. Az idén így tavaszra tervezzük a nyitását a bronzkortól a népvándorlás korig tartó résznek. Ennek az installációnak az építése kezdődött meg. A római ház ugye ez van most itt a csücsökben, úgyhogy ez a csücsök ez lassan készül, és reméljük, hogy január végén megkezdődhet majd a festés, a fotóknak az elhelyezése, a vitrineknek az elhelyezése, meg egy nagyon komoly műszaki építés, hiszen reményeink szerint ezzel a kiállítással együtt jár majd egy saját belső 16 kamerás figyelőrendszernek a kiépítése is. A koncepció az a bronzkortól a népvándorlás korig tartó részben az, hogy az útnak, egy megálmodott, feltételezett útnak a bal oldalán a mindennapi életnek a nyomait mutatjuk be, míg a túloldalon a túlvilágnak az emlékeit. Ez a bronzkori temetkezésektől fog kezdődni. És hát a szarkofág az már a saját helyén áll, a római házzal szemben, ha úgy tetszik, egy ilyen kis Via Appia. Az állandó kiállítás újabb része a tervek szerint tavasszal nyílik meg.